Az előadáson megjelentek néma főhajtással emlékeztek a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elmúlt héten tragikus hirtelenséggel elhunyt elnökére, Juhász Józsefre. A fórum résztvevőit köszöntötte Cunyiné dr. Bertalan Judit, megyei kormány megbízott is. A jogszabályváltozás az mindig megnehezíti a működő szervezetek életét. Éppen ezért kötöttünk még 2011-ben, és minden esztendőben megújítottuk a kamarával azt az együttműködési megállapodást, amelyben a korábbi gyakorlatokkal ellentétben a kormányhivatal kollégái, szakemberei a kamarával együttműködve hasonló tájékoztató fórumokon, vagy utalhatnék akár csak a munkaügyi szervezet által tartandó, minden esztendőben visszatérő foglalkoztatási jogszabályváltozásokra figyelemfelhívó előadássorozatra, de a kamarával pontosan a gazdálkodó szervezetek érdekében kötöttünk egy ilyen megállapodást, hogy most nem pénzért lehet a kormánytisztviselő munkaidejében köteles részt venni és tájékoztatni a vállalkozó szervezeteket, gazdálkodó szervezeteket a jogszabályváltozásokról. Nyilván ez hivatalból is dolga a hivatalában, de egy tematikus rendezvényen mindig csokorba lehet szedni azokat az információkat, amelyek rendszer szinten is bemutatják a változások okát, lényeges tartalmát, vagy a végrehajtásokban rejlő lehetőségeket, vagy jogalkalmazási problémákat akár, vagy kevésbé érthető jogalkalmazási pontokat. Így egy teljesen új gyakorlat alakult ki, úgyhogy a kollégáim itt vannak, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom megyei igazgatósága is partner ebben, és a vállalkozásokat érintő szabályváltozásokat ismertetik a mai napon a kamara által ide hívott érdeklődő vállalkozók számára. A társadalombiztosítás fedezetét alkotó járulékok adó és egészségügyi hozzájárulási kötelezettség szabályaiban bekövetkezett változásokról Harmad Ferencné adóügyi igazgató helyettes a NAV Komárom-Esztergom megyei adóigazgatóságának munkatársa, míg a nyugdíjbiztosítási jogszabályok idei változásáról dr. Beck László főosztályvezető a Komárom-Esztergom megyei kormányhivatal nyugellátási főosztályáról beszélt. Szoltai Dániel megyei titkár szerint szükség van hasonló rendezvényekre. Én azt hiszem, hogy a megjelentek száma is azt mutatja, hogy igenis szükség van arra, hogy a kamara egyfajta koordináló érdekképviseleti vagy közvetítő szerepet játszom ezekben a törvényi változásoknak a megismertetésében.